most neked, ezt most érted, ezt most rólad, bár nem kérted. Álmok, az álmok, s a valóság közt a távolság csak tette. 15 évesen álmodtam, hogy egyszer a színpad leszaladtam, és Feri nektek reppel. Sok embertől lehet hallani, hogy ó, Feri, hát az álmodtam, meg mit tudom én, mindenképpen a saját kedvencére hivatkozik, és az Egyenesen az éjszakából három, ahogy a visszajelzések jönnek, én úgy gondolom, hogy kielégíti azoknak az embereknek az igényeit, akik ezt a reppesebb dolgot szeretik, és az emberi tényező album pedig az egy ilyen, mondjuk úgy egy ilyen finomabb, mélyre menősebb, picit spirituálisabb vonal, úgyhogy így tudtam megoldani azt, hogy akkor, hogy ez így valamennyire egyensúlyban legyen. Várom Kecskemétre születtem, annó elhittem, hogy az ördög lakik bennem. A 333 című klipet itt forgattuk amúgy a főtéren itt mögöttünk, Kecskemét főterén, és hát egy picit időkapszula, mert még nem derül ki, hogy ez majd mihez kell ez a kód, ahogy a dalban mondom. Az új lemezen található a dal, ami egy dupla lemez, mert hogy egy ilyen pendrive-os megoldásban van ugye két album összerakva, az elmúlt három évnek az anyagai, és a 333 az Egyenesen az éjszakából három című albumnak az egyik dala. Nem véletlen ez a lemeznek a címe, nem csak azért, mert volt annó Egyenesen az éjszakából, meg Egyenesen az éjszakából kettő, most meg három, hanem azért, mert ezek tényleg olyan hangulatú dalok, amiket egy ilyen éjjeli kocsikázás közben, vagy egy ilyen naplementés kocsikázás közben hallgat az ember, már aki szereti. Az embernek hamar vége van, szóval gyerünk! Mostanában minden dalomban ilyen nagyon finom akartam lenni, és barátságos, és jó fej, mert szerintem nagyjából ilyenné is váltam, de ebben a dalban talán egy picit így próbálom így felhívni a kedves hallgató figyelmét, hogy olykor lehet, hogy érdemes lenne a kormányt egy kicsit így elfordítani. Készül a Rec 3 című lemezünk, ez annak idején így, hát ilyen kis olcsó poénból a rappet és a rockot így ilyen rekbe összeillesztettük, ennek meg is jelent ugye egy meg kettő című lemeze, és most a harmadikon dolgozunk, amilyen funkadelis Linkin Parkos történet lesz. A zene mellett ugye mi csináljuk ezeket az elvonulásokat, amikből most már mindenféle tematikus is van, tehát van, ahol az íjászaton van a hangsúly, van, ahol a hangtálazáson, a hangfürdőn van a hangsúly, van, ahol a küzdősportokon van a hangsúly, van, ahol a női témákon van a hangsúly, szóval mindenféle. És idén lesz először az első ifjúság és gyermektáborunk. Ezek töltik ki az alkotáson kívül az időmet, illetve hát tavaly elkészült egy filmünk, aminek két része van, az most már a nagy videó megosztón az látható is, már oda is felkerült, de idén is jön vagy két-három filmünk ezekben a spirituális témákban, amitől nem kell megijedni, mert ezek inkább úgy mondanám akkor, hogy talán úgy jobban érthető, hogy ezek ilyen önismereti dolgok. Semmi hókusz-pókusz, semmi üveggömb, kártyák, angyalok, semmi ilyesmi, hanem ezek ilyen önismereti dolgok. A fény magja szúnyad benne, bújjon hát ki már a világ.